végtelenül leegyszerűsítjük a dolgokat, akkor végül is kétféle személyiség típus létezik. A most és a később típusú személyiség. A most típusú személyiség a kellemes tevékenységekhez vonzódik, a később típusú személyiség a kellemes végeredményekhez. A most típusú személyiség lehet, hogy este azt mondja, hogy nem fekszem le korábban, inkább még megnézem a kedvenc sorozataimat. Másnap reggel azt mondja, hogy nem kelek fel korábban, inkább még háromszor megnyomom a szundi gombot. Vagy sport helyett azt mondja, hogy nem megyek ma el futni, inkább itthon maradok, nézem a tévét és eszem egy pár kocka csokit. A később típusú személyiség, ugye ő az, aki a kellemes végeredményekhez vonzódik. Lehet, hogy neki sincs kedve korán lefeküdni, vagy másnap korán kelni, de tudja, hogyha dolgozik a projektjén, akkor hamarabb eléri a célját. Lehet, hogy neki sincs kedve elmenni sportolni, de tudja, hogyha a futást választja a csokoládé helyett, akkor hamarabb leadja azt a néhány kilót, amit kitűzött maga elé. A mai feladatod az az, hogy kezd el észrevenni ezeket a választási helyzeteket a napod során. És kezd el átállítani az agyad az azonnali jutalmazásról a késleltetett jutalmazásra. Előbb vess, hogy aztán arathass. Ez az egyik legősibb törvény. Próbáld ki!